A legtöbb településre már ki is szállította a Vadex a tüzelőt. Idén a kormány 5 milliárd forint értékben írt ki az 5000 fő alatti településeknek pályázatot szociális tűzifára, segítve a rászoruló családokat. Hogy mindenki még a tél beállta előtt megkapja a tüzelőt, ez évben előrébb hozták a pályázatot, melyre Fejérből 58 település nyújtott be tűzifa igényt. Elegendő fával rendelkezünk, szerencsére a kormány ezt a programot már tavasszal meghirdette, szemben a korábbi évek későbbi őszi indításától, ezáltal elegendő száraz tűzifával rendelkezünk. A program kapcsán 4100 köbmétert igényeltek az önkormányzatok tőlünk, a Vadex mezőföldi ZRT-től, és ennek a mai napig kb. A 80%-a már átadásra, leszállításra került. Az erdészet egyébként kedvezményes áron adta a fa köbméterét, mint annak vezetője hozzátette, Fejér sűrűn lakott vidék, sokan fűtenek fával, ezért idén is nagy igény mutatkozott a tűzifa iránt. A program évről évre azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti vagy kiegészítő támogatáshoz jussanak, és csökkenjen ezzel a háztartások tüzelőanyag költsége. 5000 alatti települések pályázhattak, és a kormánynak köszönhetően a finanszírozást egyrészt biztosították központi költségvetésből, másrészt pedig külön köszönet azért a kedvezményes árért, amelyért az erdészetek biztosítják a fát. Természetesen így az önkormányzatoknak és a szociális rászorulóknak sem kerül pénzébe. Azt gondolom, ez egy hatalmas segítség ebben a nagyon nehéz helyzetben. A Vármegyei Közgyűlés elnöke arra biztatta a programban résztvevő önkormányzatokat, akinek lehetősége van, segítse a kiszállítást a rászorulók házáig.